tágas, világos, korszerű épületbe költözött a Máté Szalkai Szakképzési Centrum. Korábban 8 évig voltak társbérletben a fogászati rendelővel. A társbérlővel jól kijöttek, a munkakörülmények és az elhelyezkedés azonban szükségessé tette a váltást. Az új hely megfelel a kor követelményeinek. Raktárral rendelkezünk, jelentős számú parkoló áll rendelkezésre nem csak a munkatársaknak, hanem a vendégeinknek is. Egy jól megközelíthető, mindenki számára elérhető helyen vagyunk, azért Máté Szalka bevezető négysávosán ez a nagy könnyebbség, hogy már messziről a felirat és az ászló mutatja, hogy hol vagyunk. Illetve azok a munkakörülmények, amelyek korábban nem voltak számunkra biztosítottak, egy nagy tárgyalóval, bármilyen triviálisnak tűnt, de most már van külön férfi és női mosdónk. Ezek mind-mind azokat a lehetőségeket úgymond tágították ki, amelyek szerintem ma már egy normális munkahelyen kötelező elemek. Mint a kancellár elmondta, a következő 5 évre vonatkozó terveket már papírra vetették. Ezek között van olyan is, amelyik megvalósítása már el is kezdődött. Ennek a költözésnek egy mellékszála igazából, de az az ingatlan, amit a magyar állam számára az elmúlt évben vásároltunk itt az út másik oldalán. Ez egy közel 1 hektáros terület, és a fenntartó minisztériummal egyeztetett álláspont szerint itt fogjuk majd a Kárpát-medencei képzés és koordinációs központ alapjait lerakni, és ennek a működését, ennek a rendszernek a kialakítását fogjuk most elkezdeni az elkövetkezendő hetekben. Egyelőre csak egy iroda létrehozásával, de ahogy a feladataink fognak nőni, és reméljük, hogy az országgazdasági helyzete is majd lehetővé teszi, hogy valóban megvalósul az a beruházás, ahol a Kárpát-medence összes magyar lakta területén lévő kollégáink, oktatók, szaktanárok, pedagógusok, vezetők, azoknak egy tudásközpontot tudunk itt létrehozni. A határon túli tanulóinknak egy vizsga központot, amely nem csak az ágazati, hanem a szakmai vizsga helyszínét is biztosítja. Illetve hát az egyik dédelgetett álmunk az, hogy legyen egy olyan találkahelye a Kárpát-medencében élő összes pedagógusnak, ahol évente 2-3 alkalommal szakmai konferenciák és egyéb találkozók keretében ezt mit tudnak cserélni gondolatokat, és egy kicsit kilépnek a hétköznapok szürkeségéből. Az átadó ünnepségen a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője a centrum működésének határokon átnyúló szerepét emelte ki. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum nem csak a magyarországi, hanem a közeli szomszédos országok munkaerő igényének kiszolgálását is segíti. A centrum szakképzési profilját harmonizálja a térség további szakképző intézményeivel. Elősegíti a náluk megjelenő, de a centrum képzési profiljába nem tartozó tanulók igényeinek a koordinálását. Szoros és erős kapocs szerepét tölti be a kárpátai és az erdélyi régió szakképzési igényeinek kiszolgálásában. A centrum vezetésének és munkatársainak humánus hozzáállása és jó szakmai lépése eredményeképpen az intézmény jó hírneve és szakmai eredményei a térségen túlmutatóan az ország távolabbi régióiban és határon túl is ismert és elismert. Az új épületben helyet kapott a Centrum Nonprofit Kft.-je, a Szatmári Ágazati Képzőközpont, valamint a centrumhoz tartozó 5 iskolához kapcsolódó rendezvényeknek is méltó helyszíne lesz a Jármi úti létesítmény.